Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez egy rögtönzött kis rövidke kis vlog lesz, így munkába menet. Csak most itt eszembe jutott, hogy itt van egy téma, amivel még nem csináltam. Meg is mutatom nektek. Itt vagyunk egyébként a Kossuth téri metró megállóba, és nézzetek meg ezt a szobrot. Nagyon régóta itt van egyébként, és érdekes, hogy aki kinyújtott kezű emberke, meg ennek itt, és egyébként itt van az is, hogy mikor lakták ki. Ja, hát az, hogy mikor, az nem csak az, hogy a BKV. De egyébként nézzed meg, hogy a kutyának így ki van kopva így a teteje, de itt a feje, ez azért van, mert szokás így, hogy babonából megsimogatni a kutyát, hogyha sokat kell várni a metróra, vagy épp előtted ment el, ezt többször is látni. Meg hát egyébként bevallom, én is szoktam néha, amikor tényleg éppen ez óra, mert megy a metró, most várni kell csak a következőre több percet, akkor a kutyát is szokták simogatni, vagy esetleg kezet fogni ott az emberrel. Mert nézzed meg, hogy direkt így tartja a kezét, mint a kezet lehetne vele fogni. És egyébként, mintha ezt megnézitek, ezt a kis mélyedést, ez azt mondják, bár én soha nem láttam ezt, de az azért van, mert volt egy bot a kezébe régebben, csak azt ellopták és nem pótolták. És itt volt a botnak a vége, tehát ez, hát valakinek esetleg van erről képe, akkor küldjön egyet, mert én még soha nem láttam ezt a bottal, ezt a szobrot. Valószínűleg többször is ellopták, mire úgy döntöttek, hogy akkor inkább maradjon így. Nézzétek meg, így néz ki. Ez egy gyors vágatlan vlog lesz majd szerintem, így egy az egybe töltöm is fel. Úgyhogy akkor... Na, lassan menjünk dolgozni, mert mindjárt elkésünk, úgyhogy sziasztok, mi volt ez?